Elbukott egy rejtélyes pucskísérlet Bolíviában. Észak-koreai katonák várható Donetszki megjelenéséről adott hírt az egyik dél-koreai tévé. Grúzia elfogadta az azonos neműek házasságát is tiltó törvényt. Ez a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Szép napot, Túró hát vagyok. Ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja. De az én csatornám pedig szépen lassan elindult a 20 ezer felé. Megköszöröm, hogy a hozzám is feliratkozik. A linkét megtalálja a leírásban. A nap kétség kívül legfontosabb híre, hogy sikertelen pucskísérlet volt Bolíviában. Bolívia fővárosában, Lapázban súlyos krízis alakult ki, amikor egy tank betörte a Palacio Kemádó kapuit. A legolvasottabb bolíviai híroldal az Eldeber arról ír, hogy az események közel három órán át tartottak, és a katonai mozgósítást Juan José Zuniga tábornok vezette, akit később élve Az incidens során a katonák teljes harci felszerelésben tankokkal jelentek meg a Palacio Kemádó előtt, miközben Luis Arce elnök az épületben tartó Oszkodott. Eduardo del Castillo a belügyminiszter a helyszíre érkezett és szembeszállta a katona csapattal. Bekopogott egy katonai jármű ajtaján, felszólítva a tábornokot, hogy hagyja el a járművet és oszlassa fel a csapatát. Ez egyik legrégibb helyi lap, az El szerint. A feszültség akkor tetőzött, amikor a tank 15 óra 49-kor betörte a kapukat, és egy perccel később Zonyiga tábornok belépett az épületbe, ahol rövid ideig beszélt az elnökkel. Az elnök határozottan felszólította a tábornokot, hogy vonja vissza a katonai erőket. Néhá hány perc elteltével távozott a kormányzati épületből, de a katonák könyvgázt és lőfegyvereket is használtak, aminek következtében 90 megsebesültek. Eközben Árfe elnök a minisztereivel tartott megbeszélést. Később 16 óra 38-kor az elnök a kabinetjével együtt megjelent és a lakosságot felszólította, hogy kövessenek el mindent a pucskísérlet megakadályozása ellen és a demokrácia védelmében. Az elnök 17 óra 9-kor újra megjelent a lelnöket társaságában és bejelentette a katonai vezetés leváltását. Az új parancsnokok azonnal felszólították a katonákat, hogy térjenek vissza egységeikhez, amit végre is hajtottak. 17 óra 34 -kor a katonák köztük Zunyiga tábornok is elhagyták a Plata murillo A helyszíni képek tanulsága szerint a tankok is elvonultak. Néhány perccel később Arce elnök és az alelnök a Palacio Quemado erkéjéről nyugalomra intették a lakosságot, és megköszönték, hogy kiálltak a demokrácia és a kormány védelmében. Az elnök beszédében hangsúlyozta, hogy a katonai kísérlet a demokrácia és az alkotmány elleni támadás volt. Kijelentette, hogy tiszteletben fogja tartani a nép hamarosan meghozandó döntését és megvédi a demokráciát. A közösségi médiában különböző szervezetek, politikusok és a hatóságok bírálták a pucskísérletet, ugyanakkor felmerültek olyan hangok is, amelyek önpucsot emlegettek, egy színjátékot és magyarázatot követeltek az elnöktől. A főügyészség 18 35-kor sajtótájékoztatón közölte, hogy Zunyiga tábornak ellen körözést adtak ki, és terrorizmus, valamint fegyveres lázadás vágyával fogják eljárás alá vonni. Zunyiga mielőtt őrizetbe vették, azt állította, hogy az elnök szervezte meg a mozgósítást a népszerűségének növelése érdekében, és ő csak parancsot hajtott végre. A pucskísérlet közvetlen előzménye az volt, hogy Zuniga hétfőn nyilvánosan kijelentette, hogy hogy tiszteletben fogja tartani az alkotmányt, és nem ért egyet Eva Morales újraindulásával az elnöki posztért. Ha szükséges, letartóztatná az ex-elnököt. A kontextus megértéséhez tudni kell, hogy Bolívia a világ egyik legnagyobb lítium rendelkezik. A lítium a modern technológiai ipar egyik kulcsfontosságú nyersanyaga, főként az elektromos járművek akkumulátoraihoz és különféle energiatároló rendszerekhez használják fel. A lítium iránti kereslet folyamatosan nő, ami Bolíviát stratégiai fontosságú országá teszi ezen a területen, annak ellenére, hogy most is igen szegény ország. Kínai és orosz cégek dominálnak a bolíviai lítium kitermelési projektekben, és Morales ideje alatt nyugati cégek számára túl sok esély nem mutatkozott a kitermelés terén. Bolívia emellett gazdag vasércben és különféle ritka földfémekben is. A vasércet főként az acélgyártásban használják fel, míg a ritka földfémek alapvető fontosságúak az elektronikában, a megújuló energiaforrásokban és a hadiparban. A bolíviai lítium és más értékes ásványok kitermelése tehát nem csupán gazdasági lehetőséget jelent, hanem komoly stratégiai és politikai jelentőséggel bír a jövő technológiai fejlődése szempontjából, ezért a latin ország rendkívül fontos lett valamennyi nagy hatalomnak. Bolívia Magyarországon leginkább Eduardo Roza Flores kapcsán lehet ismerős sokaknak. A magyar állampolgársággal is rendelkező, filmbeillő életet élő színész, író, újságíró, publicista, zsoldos katona, valamint titkos ügynök a bolíviai hatóságok szerint egy a kormányjal szemben álló fegyveres csoport vezetője volt, amely Evo Morales akkor éppen regnáló bolíviai elnököt szándékozott meggyilkolni. A hatóságok jelentése szerint egy hotelszobában lőtték agyon egy rajtaütés során. Evo Morales gyakran bírálta az Egyesült Államokat és más nyugati országokat, különösen a más országok belügyeibe történő beavatkozásaik miatt. Morales többször is kijelentette, hogy a 2019-es választási krízis és az ő elmozdítása egy nyugati támogatású pucs eredménye volt. Louis Arce jelenlegi elnök ugyanabból a pártból való, mint Evo Morales. Arce, aki Morales korábbi gazdasági minisztere volt, folytatja azt, amit Morales elkezdett, és gyakran bírálja a nyugati beavatkozást Latin-Amerikában. A kormánya és Morales között azonban feszültségek is vannak dacára annak, hogy Morales azután tért vissza az országba, hogy a pártjának tagja lett az elnök 2020-ban. A latin-amerikai sajtóban most két teória kering. Az egyik, hogy a nyugat akarta megpucsolni a velük kritikus vezetést, a másik verzió szerint egy önpucsot hajtottak végre, hogy így szerezzenek támogatást a következő választás előtt, és a nyugati országok okozta veszélyről tudjanak kommunikálni, néhány hete június 8-án jelentette be Bolívia vezetése, hogy szeretnének csatlakozni a BRICS-hez. Észak-Korea mérnöki és építőipari csapatokat küld a Danyeszki területre, hogy ott helyreállítsák az infrastruktúrát. A nyugati sajtóban az Institute for the Study of War nevű think tank szerepel e hírhez forrásként, ám ők ezzel kapcsolatban egy dél-koreai fizetős tévécsatornára, csatornára, a Csosszánra hivatkoznak. A csatorna az egyik legrégibb dél-koreai lap, amely még a japán megszállás alatt is működött, a Csosszán Ilbo tulajdonában áll, és a dél-koreai hadsereghez közel állónak tartják. A dél-koreai tévéanyaga szerint az észak-koreai katonák júliusban érkeznek Danyac környékére és megkezdik a helyreállítási munkákat a város környékén. Az észak-koreai hadsereg 10 mérnöki dandárral rendelkezik, és a dél-koreai TV csatorna becslése szerint fenyel évente akár 115 millió dollárt is kaphat Moszkvától cserébe, ha 3-4 dandárt küld segíteni. Az USA védelmi minisztériuma pedig már kommentálta is a hírt. A Pentagon szóvövője Patrick Ryder szerint Washington figyelemmel kíséri az események alakulását. Ráda továbbá megjegyezte, hogy Észak-Koreának át kellene gondolnia a döntését, miszerint katonáit ágyú tölteléknek küldik Oroszország érdekében. Vladimir Putin orosz elnök és Kim Jong-un Észak-Korea vezetője június 19-én stratégiai partnerségi megállapodást írtak alá, amely kölcsönös segítségnyújtást biztosít az egyik fél elleni támadás esetén. Később az orosz elnök maga úgy nyilatkozott, hogy észak-koreai katonák bevetésére nincs szükség, mert van elég önkéntese Oroszországnak, és ilyen kérést nem is fogalmaztak meg a koreaiak felé. Igaz, a dél-koreai csatorna most építkezések és romeltakarítások kapcsán, és nem harci cselekményeket illetően hozta fel az északiak megjelenését. A Reuters szerint Lengyelország, Litvánia, Lettország és Észtország szerdán felszólították az Európai Uniót, hogy építsen védelmi vonalat az Unió Oroszországgal és Belarusszal közös határán, hogy megvédje az EU-t a Moszkva által jelentett idézem katonai fenyegetésektől és egyéb káros tevékenységektől. A négy ország vezetői levelet írtak az EU elnökének, amelyet a csütörtökön Brüsszelben kezdődő csúcs találkozón vitatnak meg. A levél szerint az EU külső határán építendő védelmi infrastruktúra rendszer sürgető szükségessége, hogy az EU-t megvédjék a katonai és hibrid fenyegetésektől. A hibrid fenyegetések alatt a katonai és nem katonai, valamint nyílt és burkolt módszerek kombinációját értik, beleértve a dezinformációt, a kibertámadásokat, a gazdasági nyomásgyakorlást és a migránsok határokon átvaló átterelését. A levél hangsúlyozza, hogy ennek a közös erőfeszítésnek a mértéke és költségei egy dedikált EU-s Politikai és pénzügyi támogatást igényelnek. Egyes EU diplomaták becslései szerint a védelmi vonal kiépítése az orosz és a belarus határ mentén, mint egy két és fél milliárd euróba kerülne. Az európai védelmi beruházás és annak finanszírozása az EU vezetőinek egyik fő tárgyalási témája lesz a találkozón, mivel az orosz-ukrán konfliktus a harmadik évébe lépett, és Moszkva fokozza a hibrid hadműveleteket a nyugat ellen. Ez a felhívás a keleti határ közös finanszírozású földi védelmi vonalra kiegészíti Görögország és Lengyelország korábbi kezdeményezését, amely egy EU-s légvédelmi rendszer létrehozását célozza az izraeli vaskupola mintájára, amely Koordinálná az EU országainak jelenleg különálló légvédelmi rendszereit. A levél szerint rendkívüli intézkedésekre van szükség, mivel az EU külső határát katonai és polgári eszközökkel meg kell védeni és biztosítani. A védelmi vonal tervezését és kivitelezését a NATO-val és annak katonai követelményeivel összehangoltan kell elvégezni, szerintük. A Bloomberg arról ír, hogy a NATO szövetségesei között viták miatt nehézségekbe ütközik a többéves katonai segélyezési kötelezettségvállalás Ukrajna számára. Jens Stoltenberg NATO főtitkár javaslata szerint a szövetségesek évente legalább 40 milliárd eurót költenének Ukrajna számára. Azonban az országok nem tudnak megegyezni abban, hogyan biztosítsák ezt a kiadási kötelezettséget a jövőben. Bár az idei évre a 40 milliárd eurós célt könnyen elérhetik, az Egyesült Államok önmagában is meghaladja ezt a kiegészítő 60 milliárd dollár csomagjával, több fővárosban politikai és jogi akadályok miatt valószínűleg évente újra kell értékelni a célt a harctéri helyzettől függően. Egyes szövetségesek óvatosak a konkrét összeggel való formalizálástól, és inkább a támogatás szintjének fenntartását ígérnék. Mások aggódnak, hogy a pontos adatok nyilvánosságra hozatala felfedheti a segítség valódi mértékét. A több éves tervet május végéig javasolták, és a tervek szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök elé terjesztik, a NATO vezetőinek júliusi washington Stoltenberg az éves 40 milliárd eurós kötelezettségvállalást javasolta. Sok részlet még kidolgozásra vár beleértve a könyvelést is, de a szövetségesek megállapodhatnak, ha a 40 milliárd eurós segéd beszámítják a NATO meglévő kötelezettségvállalásába, amely szerint a GDP 2%-át legalább védelmi kiadásokra kellene fordítani. Ez azonban veszélyezteti a szövetségesek saját védelmét, különösen, ha a pénzügyminisztériumok nem egyeznek bele a teljes kiadási szintek emelésébe. Az Ukrajnának nyújtott adományozási kötelezettségvállalás kulcsfontosságú része lesz egy szélesebb körű csomagnak, amelynek célja, hogy hangsúlyozza a NATO hosszú távú támogatását és előkészítse Ukrajna 32 tagú katonai szövetséghez való csatlakozását, írja Bloomberg. Az ígéret nem csak nagyobb előrejelezhetőséget biztosítana, hanem nyomást néhány késlekedő országra, hogy többet költsenek Ukrajna a megsegítésére. A NATO szövetségesei még mindig egyeztetnek a vezetők nyilatkozatának szövegéről, amely Ukrajna előrehaladását írja le a szövetséghez való csatlakozás felé. Az Egyesült Államok és Németország visszautasítja, hogy Ukrajna NATO tagsági útját visszafordíthatatlannak nevezzék, és inkább azt szeretnék, ha az egész csomagot hídnak a tagsághoz neveznék. A NATO védelmi miniszterei júniusban megállapodtak abban, hogy a szervezet nagyobb szerepet vállal az amerikai vezetésű Ramstein csoport mellett Ukrajna a katonai felszerelésének azonosításában. A NATO most koordinálni fogja a fegyverszállításokat a szövetségesek központjaiba, valamint az ukrán katonák külföldi kiképzését. A szövetségesek azt is fontolgatják, hogy külön képviselőket küldjenek Kijevbe az erőfeszítések felügyeletére. A Grúz Egyes csatorna szerint Grúzia parlamentje első olvasatban elfogadta az LMBT propaganda tilalmáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslat tiltja az azonos neműek házasságát, a nem váltást, valamint az azonos nemű párok általi gyermekek örökbefogadását. Emellett megtiltja az LMBT propagandát és annak népszerűsítését, illetve azt, hogy ehhez hozzászoktassák a társadalmat. A törvény megsértése esetén pénzbírságot és akár két évig terjedő börtönt is kilátásba helyez. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése közben határozatot fogadott el, amely aggodalmát fejezi ki a Grúziában nemrégiben történt eseményekkel kapcsolatban, melyek szerintük komoly kételyeket vetnek fel a nemzetközi demokratikus normák és az euróatlanti integráció iránti elkötelezettségükkel kapcsolatban, valamint azzal, hogy az ország készen áll -e teljesíteni az Európa Tanács tagjaként vállalt kötelezettségeit. A dokumentum kiemeli, hogy a közgyűlés teljes mértékben támogatja a Velencei Bizottság véleményét a külföldi befolyás átlátható szóló grúz törvényel kapcsolatban, és úgy véli, hogy ezt a törvényt teljesen és azonnal hatályon kívül kell helyezni. A közgyűlés szerint ez a törvény, valamint annak elfogadási módja, idézem, összeegyeztethetetlen az európai demokratikus és emberi jogi normákkal. A határozat továbbá mély aggodalmát fejezi ki a tüntetők, civil társadalmi aktivisták, újságírók és parlamenti képviselők elleni rendőri túlkapások, erőszakos támadások és megfélemlítések, valamint a kisebbségeket atrocitások miatt. Ezeket az eseteket nem vizsgálták ki alaposan, és a hatóságok sem ítélték el megfelelően, ami büntetlenség teremtheti szerintük. A dokumentumot 66 szavazattal négy ellenével fogadták el, öt delegát tartózkodott. Irakli Hidze, Grúzia egyébként baloldali miniszterelnöke, a Grúz állam nevű pártvezetője egy újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az ország folyamatosan halad az euróintegráció felé, és biztos benne, hogy Grúzia 2030-ra az Európai Unió tagállama lesz. Kiemelte, hogy a négy fő eredményt, amely Grúzia az euróintegráció útján elért, a grúz államkormányzás alatt sikerült elérni, annak ellenére, hogy az út tele volt nehézségekkel és vannak nézeteltérések bizonyos európai döntéshozók és a grúz kormány között néhány kérdésben. A Maldív szigetek rendőrsége letartóztatta Fatima Sam Nazali a környezetvédelemért, klímaváltozásért és energiáért felelős miniszterasszonyt, valamint további két személyt, akiket az a vádolnak, hogy fekete mágiát végeztek az elnökön, dr. Mohamed Muizun. Róla legutóbb akkor számoltunk be itt a hírmixben, amikor megnyerte a választást a magyarok körében is népszerű úti célként ismert Maldív szigeteken. Az eset vasárnap történt a fővárosban, Naléban, és a helyi média jelentése szerint az előzetes letartóztatásban van, miközben a nyomozás folyik. A muszlim többségű Maldív szigeteken a fekete mágia nem számít bűncselekménynek a büntető törvénykönyv szerint, viszont önmagában az a tény, hogy a miniszterasszony és két társa fogalmai szerint ártó dolgot akart elkövetni a hivatalban lévő elnök ellen, már letartóztatást ért. Az országban széles körben elterjedt az okul ceremóniák gyakorlása, amelyekről a helyiek azt hiszik, hogy előnyöket nyerhetnek, vagy átkokat szórhatnak ellenségeikre. A letartóztatottak között volt sem az ex Adam Ramizis, aki a korábbi időkben szoros munka kapcsolatban át amikor ő Máléváros polgármestereként tevékenykedett. Remézis is miniszteri posztot töltött be az elnöki hivatalban, mielőtt letartóztatták. Mind Semnáz, mind Remész tisztségükből felfüggesztésre kerültek a letartóztatások után. Az eset jelentős figyelmet kapott, mivel a Maldiv szigetek különösen veszélyeztetett a klímaváltozás miatt, és Samnász pozíciója kulcsfontosságú a nemzet környezetvédelmi stratégiájában. Az ügy azonban továbbra is rejtélyes, mivel a rendőrség nem osztott meg további részleteket a letartóztatások okairól, vagy a vádak pontos természetéről, és mivel fekete mágiáról van szó, ez a jog szerint nem igazán értelmezhető. A malá és az indiai sajtóban is arról írnak, hogy az ártó szándék egy hivatalban lévő elnök ellen Okot adhat erre, illetve az iszlám jogban a seriában is elítélik ezt a cselekedetet, márpedig a Maldiv szigetek egy muszlim többségi ország. A Maldiv szigeteket India, Kína, az világ és az Egyesült Államok négy felé húzza. Az utóbbi időben az Indiával szemben álló és Kínával barátkozni szándékozó erők tűnnek dominánsabbnak a helyi közéletben. Ez volt a Hírmix az Útrahang plusz nemzetközi hír összefoglalója. Ha hát tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomj erre a videóra egy lájkot, írjon egy kommentet, és ossza meg az ismerőseivel is, mert ez segít a legtöbbet abban, hogy az algoritmus megszeresse a tartalmainkat. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!